Mai anyagot kezdjük ajándékozással, hiszen az ajándékozás mindig öröm. Nekem főleg akkor, amikor én kapom. És most én kaptam tőletek, amit ezúttal is nagyon szépen köszönök. Az első ajándék... Ma itt egy ilyen szokásos, bolondos, ajándékozós videónak szántam, de tegnap belefutottam egy Total Car cikkbe, amiről muszáj egy picit beszélni. Nincs olyan, aki jobban megérdemelne ajándékot vagy adományt, mint azok, akik újszülötteken, pici babákon segítenek. És a szegedi újszülöttmentőknek most segítség kell. Tudod, hogy Mercis vagyok. A cikkben először a Sprintert láttam meg, utána a felhívást, hogy 400 000 kilométer után motorhibás lett az autójuk, szeretnék megjavítani, de nem tudják. 2,5 millió forintra volna szükségük az autó javításához, de alkatrészeket is elfogadnak, egy listát is közzétettek. Az egy hosszabb téma lenne, hogy miért nekünk kell erre gyűjteni, de sajnos így van és kész. Mivel együtt 2 darab Nightrend számból már csináltunk a beteg gyerekeknek közel 4,5 millió forintot, ezért tudom, hogy van értelme erről beszélni. Holnap, azaz hétfőn, én biztosan fel fogom venni velük a kapcsolatot, és segítek. Nem megpróbálok segíteni, segítek. Kérlek, ha megteheted, segíts te is. Ennyi. Vissza a vidámabb ajándékokhoz. Az első ajándék a KPST Parkos videóban, megismerhettétek Tibit, tőle kaptam. Easy Rider, öcsém! Easy Rider! Hoppári! Mit szólsz ez? Ennyi. Nagyon Klaffinger. Klaffinger mi? Tibi nem csak a kukásautók Beethovenje és Mozartja, vagy hasonló híres rappereket tudjak még mondani, hanem a Zsigulik nagy rajongója is, ezért küldött nekem most egy csomagot, amely csomagban alábbi dolgok található. Ladás kulcstartót, Tibikém, nagyon szépen köszönöm, egy nagyon kedves levelet írt nekem. Kaptam egy hófehér Zsigulit, ami ugyanolyan, mint az enyém, és nem csak az autó típusában egyezik meg, hanem ugyanúgy szerelgetni is kell, ugyanis a magyar szállítmányozásnak köszönhetően a tükör az már letörött róla, úgyhogy ezt vissza kell ragasztanom. Múltkor már kaptam Tibitől ajándékba egy Knight Rider-es pólót, csak én mondtam, hogy az LS nekem általában pici szokott lenni, ezért volt olyan megátalkodott Tibi, hogy küldött egy XL-eset. Ez már biztos, hogy jó lesz, majd a végén fel is veszem. Á, Tibi, szinte hallom a fülembe, ahogy mondod. Nem a végén, Zsolti, most vedd fel, jó legyen. Tessék, itt van, itt a meglepetés, látod, hogy passzol, na? Nagyon menő, nem feszül, mint tökéletes. Nagyon szépen köszönöm. Na és az a kedvencem, amire Tipcsi nagyon jól ráérzett, az édesség. Kaptam egy ilyet is, egy egész dob... Igen, megettem, és... A másik két ajándék, mert még két ember küldött Tibin kívül. Nem annyira nekem, inkább az autónak, név szerint a Zsigulinak szól. Az egyik olyan, amit én akartam is venni, de megmondom, a mai árakon nem annyira. Sokat kérnek érte, és nem kerestem, de Miklós volt olyan kedves, hogy felajánlotta nekem. Van nekem egy plusz szettem. Kéred? Na, hogy kértem, mert szerintem ennek az autónak szinte muszáj a kalaptartójára egy ilyen. Ebből már akár ki is találhattad, hogy ebben a nagy és nehéz dobozban mi található. Na, így méretileg, nem? Karácsony lenne. Haj, milyen szépen be van csomagolva. Látod már? Látod már? Látod már? Videóton hangszórópár. 80-as években, amiket láttál az autók hátuljában. A kalaptartó, kezicsókolom. Totál ugyanilyenek voltak annak idején a mi babakénk Zsigulink hátuljában, és sajnos élénken él még bennem az emlék, ahogy ezekből szólt a 3+2. Kombiné, kombiné, a csipkés kombiné. Ezeket a dallamokat én soha az életben nem akartam többé hallani, és nézd meg, a videó kedvéért neked most feláldoztam magam. Ünnepélyesen megígérem, hogy nem ez fog benne szólni. Miklós, nagyon szépen köszönöm a kincseket. Azért azt el kell ismerni, hogy van abban valami nagyon retro, valami nagyon 70-es, 80-as évek, amikor beülsz az 52 éves Zsiguliba, krómpasztával, kis rongyal, elkezdett pucolgatni, fényesítgetni
az ajtókárpiton ezeket a króm elemeket, a króm díszleteket, és miközben ezt csinálod, nem valami régi slágerzenét vagy magyar előadót hallgat, mert rádió az nincsen benne, hanem mit hallgatsz közben? A 70-es, 80-as évekből való Főtaxis CB rádió vagy URH adását, ahogy adták meg, felvették a sofőrök a fuvarokat. Kombi, kombi, kocsi, 1. beszélni, 60. Kombi a 7-ben. Benneleon 17 lentvaj, Benneleon 17 lentvaj. Most kirenni megváltozott. Igen, köszönjük, már kijöttek a földjéhez. Hol így a 72-es zsiguliban, a fényes krómokkal, fölöttem a taxi emblémákkal, a taxi matricákkal, ez így stílusos, nem? A harmadik dolog a Főtaxi zsiguli elengedhetetlen kelléke, amit Flóriántól kaptam. A 70-es, 80-as években a taxi rendszámok fekete alapon fehér betűkkel voltak, még a két betű négy számos, a régi fajta rendszámok. 28-63 az egy ilyen bekattant szám, mert 63-63 volt annak idején a kék zsigulinké. Én meg 28-án születtem, ezért gondoltam, hogy JC-s rendszám, nagyjából korban megfelel, JC-28-63, milyen menő lenne az autón, ergo kinyomtattam. Na nézd, itt ez a kis gagyi papír cucc, amit én nyomtattam. Látod, ez sima A4-esből van, csak ráragasztottam egy kartonra, hogy mégis legyen valami tartása is. Hát igen, két oldalúval van. A Flórián egy hobbi szinten azzal foglalkozik, hogy a Plakett Kft-vel ellentétben, akik a hivatalos rendszámtábla gyártók, velük tudsz csináltatni régi magyar rendszámot, csak szarul fog elkészülni, ugyanis sem a karakterek nem stimmelnek a régi rendszámokkal, amik ténylegesen használatban voltak. Ez egy teljesen eredeti, este fém, országos rendőrfőkapitányság. Sem a karakterek nem stimmelnek, a betűk és a számok, azzal, amit a plakettnél most meg tudsz rendelni. Hasonlítanak a régiekre, de más karakterek, sem az elhelyezésük nem stimmel, ugyanis arra vannak csúszva. Tehát ha most a plakettnél akarsz magadnak gyártatni egy ehhez hasonló rendszámot, nem fogsz tudni, nem ilyen lesz. Flórián a te embered, aki a plakettel ellentétben a stimmelő karakterekkel, a jó helykiosztással elkészíti neked a full ugyanolyan, eredetivel megegyező méretű, fémtáblára nyomott, ez fém, régi magyar rendszámot abban a betű és számkiosztásban, amiben akarod. A kettő egymás mögött, itt amit ő csinált, itt az eredeti. Ugyanaz a méret. Természetesen előre kicsi, hátra nagy, úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Indulhat a főtaxizás! Találtam még a dobozban, figyelj, Hungária biztosítós matrica, kaszkó és a főtaxis cuccok, hogy legyen pluszba! Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, Tibike, Miklós a hangszórókat, Flórián ezeket, baromi jó napot csináltatok nekem! És mivel mindezt megkaptam matrica formában is, az, hogy ez följön a falra, az tuti biztos. Ide a portugál rendszám fölé. Wow, de menő! Tudom, persze úgy lenne autentikus egyébként, hogyha ide tenném, mert egy csomó főtaxinak annak idején itt volt a hűtőrácson a rendszám, de hát ez nagyon jó lesz! Hogy nem három, nem három, négy, négy, négy! Mármint, hogy nem négy, 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 hanem szóval négy ajándékot kaptam, csak ez egész friss, ez éppen tegnap érkezett. A hagyományőrző rendőrszázadtól kaptam egy fali naptárt, amelyben régi, rendőrségnél használt járművek vannak. Ez itt egy IFA, nagyon régen használt Moszkvics rendőrautó, zsiguli és UAZ a kék villogóval. Ők már tudnak valamit, amit én még nem mondtam. Lehet már rá következtetni itt belőlük. Ugye mondtam, hogy színész lesz a zsiguli. Ez nem csak azt jelenti, hogy főtaxiám, kezi csókolom, hanem az azt jelenti, hogy nagy erőkkel szereztem be a közelmúltban a 70-es, 80, egészen azt hiszem 86-ig, tehát a 70-es, 80-as években használt Viltesz régi magyar gyártmányú kék villogókat. Ezek közül mindegyik működik, ezeket én szépen felújítottam. A tervezett színészség azt jelenti, hogy le- és felszerelhetően akár rendőr is tud majd lenni az autóm. Ahogyan a múltkor már mutattam, régi rendőrségi szirénát már sikerült vennem. Ez van vagy 8 kiló. Ugyanis lesz egy olyan komplett videóm, amit egy olyan embernél fogok forgatni, aki ezeket a villogókat gyűjti egész kemény megszállottan. Tehát egy 20-30 darab biztos, hogy van a polcán, de úgy mellékesen van rendőrzsigulia,
van tűzoltózsúkja, és nagyon sok menő sztorit fog mesélni arról, hogyan is alakították át Magyarországon a zsigulikat rendőrré, mert gyárilag egyik sem készült rendőrautónak. Sokat már nem kell rávárni. Köszönöm, hogyha segítesz az újszülött mentők sprinterét megjavítani, minden info a leírásban. A zsiguli karburátora meg én, hamarosan jövünk újra!